A következő beszélgetést a témája apropóján kifejezetten nagykorú nézőimnek ajánlom. Szia Fanny, üdv újra a klubban. Szia. Ugye most egy három részes beszélgetést fogunk felvenni, aminek az apropója a ki arra a Lord erkölcstelen rendezvúi című könyv, amit hát jó magam írtam. Ugye egy felnőtt filmes sztár, de aki a podcastemet nézi, az tudja, hogy miről beszélek. És luxus eszkort életét dolgozza föl, illetve hát vannak benne elég sikamlós történetek, amiket ő elmesél a, a klienseivel kapcsolatban. Ugye ő alapvetően rendezvúknak hívja ezeket a találkozókat, amiket a kliensekkel létrehoznak ő úgy is készül fel ezekre a találkozókra, tehát hogy ő nem maga szerint is, és magállítása szerint is nem egy könnyen kapható ilyen bordéba betérő vendégeknek szolgáltatást nyújtó eszkort, hanem ugye kvázi őt tényleg elviszik randizni találkozókra az esetek többségében. Ugye a könyv kapcsán fogunk beszélgetni, mert hát vannak benne olyan dolgok, amiket szerintem rendbe kell tenni az olvasók számára is, meg azok számára, akik egyébként ebben a világban azért valamennyire szeretnének elmerülni, érdekli őket, hogy hogyan is zajlanak ezek a találkozók, hogyan is zajlanak ezek az események. Ugye ráadásul az eszkortokhoz sokszor olyan emberek járnak, olyan férfiak, akiknek van valamiféle, hát a köznyelv szerint uh, probléma a fejében, amit ki akarnak élni egy uh, eszkortnál, mert otthon nem tudják kiélni. Az, az első kérdésem egyébként valójában, hogy uh, ez uh, zavar-e a fejben, hogyha valakinek van valamilyen fétise, vagy pedig uh, mindenkinek van fétise, csak vannak lazább fétisek, mondjuk van, aki a nagy nőkért van oda, van, aki a lábra van ráfokuszálva. fókuszálva. Ilyen az, hogy mindenkinek van valamennyire, mert hogy ez egy kontinuumként képzelhető el. Um, aminek mondjuk az egyik oldala az ilyen szimpla, van illaszex, uh -huh. és, és a másik oldala meg egy ilyen nagyon durva diagnózis szintű, élhetetlen fét is. És akkor a kettő között van csomó fokozat. De pedig a, mit tudom én, a más vérében fürdőzve szeretkezni, nem. vagy pedig mi a másik véglet, amiről beszélünk? Arról, hogy igen, igen, ezt pontosítom, arról, hogy hogy nagyon ő tőle, már nem tud normális életet élni, nem tud ismerkedni, tehát így értettem az élhetetlent, nem feltétlenül a témáját, hanem hogy annyira eluralkodik az életén, hogy, hogy ez rossz neki igazából. Hmm. Um, de mondjuk, hogyha ilyen klasszikusan kell mondanom így két kategóriát, akkor, akkor van az a kategória, ami, ami ilyen ártatlan különbség, egy kis kink. Aha. <laughs> ez az, ami így egy kis táspángolás, egy kis hajhúzogatás. Igen, meg így, igen, a nagy cici nők tetszenek inkább, meg, meg, nem tudom, így a lábak, meg ilyesmi. De hogy ez nem kizárólagos, tehát nem arról van szó, hogy csak így tud valaki szexuális élvezethez jutni, aki csak egy módon, csak nagyon korlátozott körülmények között, na arra mondjuk azt, hogy fétis, meg egyébként így diagnózis szinten az a kritérium, hogy amúgy akinek így fétise van, tehát, hogy így mentális betegségként fétise van, a szenved tőle amúgy. De ez mi lehet például? Mi volt a legmeglepőbb, amivel te találkoztál, akár a tanulmányait során, akár pedig a pályafutásod során? Hát mondjuk állatpornófét is. Szerencsére megállt a, a pornónál, szóval, a hogy A a Igen, igen. igen. Um, de hogy gyakorlatilag ezt, um, ezt, ezt nem nem tudta egy partner előtt sem felvállalni. Azt megértem, mondjuk. És akkor ez szenvedés, tehát, hogy meg egy választás, hogy akkor most melyiket válasszam, ami izgat, vagy amire vágyom, vagy így um, az, hogy egyébként legyen egy párkapcsolatom. De például ez az állatos történet, ez nem filia? De. Hmm? Ez inkább akkor oda sorolható. Igen, ez zófilia azt hmm. hiszem, hogy vagy ez a név rá, de hogy összefoglaló néven parafília, mm. perverzió kategória, igen. Oké, okay. Kicsikét lehet, hogy előre haladtunk, mert erről majd akarok a később beszélni ezekről a különböző fétisekről, meg ilyen kattantságokról, úgymond. piciket kezdjük az elejétől ezt a beszélgetést. Mi az annak szerinted, hogy, hogy viszonylag sok férfi jár prostituálthoz? örömet keresni. Voltunk egy bliktévés tv beszélgetésben, ahol rákérdeztek, hogy mennyi a kliensek közül, ki arához járó kliensek közül, aki házas, és ott elmondta, hogy a 70 környékén van az a szám, akik házason mennek oda hozzá, van, aki egy gyűrűjét is fent hagyja ezeken a, ezeken a kis találkozókon. Mennyire gyakori az, hogy a, hogy a férfiak kikacsingatnak egy párkapcsolatból, és mondjuk, mondjuk eszkorthoz mennek örömszerzés szempontjából? Hát ö, konkrét százalékot nem tudok mondani, de hogy nyilván a klientúrámban találkozom ezzel a jelenséggel. Arról tudok talán beszélni, hogy ö, hogy, hogy milyen motivációval vagy, vagy indokkal szokott ez megtörténni. Ö, egyrésztről vannak azok, ö, akik hát az előbb említett valamilyen fétist vagy perverziót ö, mennek el megélni, amit így a párkapcsolatuk, házasságuk ö, nem enged. Tehát oda nem vihető be, vagy félnek bevinni, vagy beviszik, de nincs nyitottság rá, tehát hogy így, ez a két kategória. Tehát általában félnek elmondani is, nem, hogy mi az a. Az ja, igen, a bevinni a így is. értem. Aha. igen, igen, tehát hogy, hogy van, hogy el sem mondják, de van, hogy elmondják, és nincs rá nyitottság, és, és akkor így ez a az indok, a motiváció. Um, vannak, akik, um, na mondjuk ők tipikusan nem a házasok, <laughs> um, akiknek nagyon erős szexuális szorongásaik vannak, meg nagyon erős szorongásaik vannak a nők irányába. Nem tudnak párkapcsolatot létesíteni, nem tudnak ismerkedni, és akkor ők emiatt nyúlnak ahhoz, hogy akkor elmennek egy örömlányhoz. De azért mennek örömlányhoz ők, mert az egy, egy órára, két órára, három órára, tehát egy bizonyos idő intervallumba bezsúfolható kapcsolat, és soha többet nem kellett találkozni, még a való életben, hogyha próbálkoznának valakivel, akkor ott azért lenne ennek valamiféle kapcsolódása, akár számon kérhetőségi lehetősége, meg ilyesmi? Szerintem inkább az szokott lenni, hogy szóval, hogy egy romlánynak nem kell megfelelni. Uh -huh. Még nincsenek egy, elvárások. Nincsenek mm. elvárások, igen, igen. Még míg egy húsvérnőnél, vagy egy párkapcsolatnál, ott, ott igen, és akkor ott sérülhetnek, meg csomó szorongásuk előjön. Itt meg itt meg jó esetben egyébként nem jön elő, meg ráadásul egy profival van dolguk, tehát hogy um, Nem az kell azért Pont, mert egy profival van dolga, és ez hogy... Két, ez teljesen ah? kétesélyes. Ah? Ez a másik kategória. Nem, nem ér fel vele, vagy hát az ő tudása, az nem ér fel egy profiével erre gondolok. Igen, ez is, ez is előfordul, hogy még a még, a, még az römlánynál is, ö, nem tudom, erekciózavaruk van. Tehát ez is, ez is egy opció, de nagyon sokszor nem, mert hogy ott nem kell megfelelni. Hát ez kétesélyes tényleg. Erekciózavar szempontjából hm. valaki pont a könyv egyik kritikájára írta, hogy biztos kamu sztori, mert hogy aki bevesz tablettát, vagy valamiféle ilyen serkentőszert, annak mindenképpen fel fog állni. Ami hát én úgy töm, hogy ez nem igaz, tehát úgy tudom, hogy ezek, az, ezek a serkentőszerek akkor működnek, hogyha a vágy azért ott van az emberben. Abszolút. Hát a, amik most már ilyen új hullámos a serkentőszerek, azok olyanok, hogy akkor működnek, hogyha az emberben van szexuális vágy, szexuális izgalom. Hm. Tehát ez valóban így van. A, úgyhogy ez reális, hogy nem működjön. Tehát akkor nem fog mindenképpen felállni, hogyha valaki bevesz valami ilyen tablettát. Tehát ne is várja senki, aki mondjuk otthon ül, és éppen valamiféle parája van a merevedésével, hogy akkor majd szerez magának egy tök mindegy mit, és hát úgy fog állni, mint a cövek. Hát ne, 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 várja. szerintem régebben voltak ilyen gyógyszerek, illetve azért, mert sok ilyen létezett, tehát amit így a filmekben látunk, hogy 24 óráig áll, az most már így nincs, tehát hogy... Én hogy pont a felnőtt felnőttfilmezésnél van valami injekció, amit beszúrnak, és akkor az az állítja rendesen. De hát gondolom az tönkre is vágja a szervezetet. Ezt nem ismerem, mert nagyon speciálisnak hangzik. Szerencsére ez így közemberekhez, átlagemberekhez Nehez, nem, nem jut el. A, nehezen elérhető. Max a fekete piacon. Igen. Oké. Igen. Oké. Okay. Um, Mennyire jellemző az, hogy mondjuk azért megy el valaki egy házasságból örömlányhoz, mert mondjuk a házassága kiüresedett, nem találja meg benne a, a vágyat, nem találja meg benne a, az örömforrást, viszont meg a kuvón együtt marad a feleségével, a párjával, csak azért, mert mondjuk a társadalom elvárja azt, hogy legyen egy, egy párkapcsolata, és az egy jövő építve esetleg egy gyereket vállaljanak, viszont a kapcsolat egyébként már nem biztos, hogy párkapcsolatként kéne, hogy funkcionáljon. Előfordul, abszolút előfordul, sajnos. Um, és um, szerintem ezzel az a gond, tehát nem az a gond, hogy ő elmegy örömlányhoz, azzal semmi gond nincs, uh, hanem hogy nem ez a megoldás igazából az ő problémájára. Teket hogyan állsz hozzá az örömlány kérdéshez? Tehát, hogy, hogy te... Egyetértesz az, hogy tabusítva van ez a kérdéskör, vagy pedig jó lenne, hogyha ez még nyitottabban lenne kezelve a, a közmegítélés szerint? Szerintem jó lenne, hogyha nyitottabban lenne kezelve, illetve így esetileg tudok ebben gondolkodni, hogy tényleg kik azok az emberek, akiknek így az egyéni sztoriuk alapján segít, vagy, vagy jót tesz nekik, és kik azok, akiknek nem. Tehát nyilván, hogyha így... Van egy házasságom, ahol így nem működik jól a szex, arra nem az egyébként a megoldás, hogy titokban mással szexelek. Szerintem csomó más megoldás van, ami jobb megoldás. Uh -huh. Tehát ebben az esetben szerintem így nincs értelme, de nem itt el meg semmi ilyesmi. Um, meg egyébként, amire nagyon hasznos lenne ez a formátum, és külföldön létezik is, um, vannak ilyen szexuális segítők, akik, hát annak a kategóriának, akik így nagyon szoronganak a, a, a szexualitástól, meg, meg, nincs, nincs tapasztalatuk ebben, nekik segítség elindulni. Ez például tök jó lenne, ha lenne. Azt hiszem, hogy egy hölgy volt Magyarországon, aki ilyen szexuális segítő. Tehát aki mondjuk elmegy házhoz egy párkapcsolatba, pár és mondjuk befekszik az ágyba, és segíti ott, hogy olyan kire történni a nem, nem, elég, nem, te el hozzá, tehát elég ha. hasonló, mint egy romlányhoz. Um, és kicsit szakember is, meg kicsit gyakorlati szakember is, um, mm. és itt segít oldani a szexuális problémákat, um, azáltal egyébként, hogy közben ugye egy együtt is van Aha. a pacienssel, klienssel. Szexkócs. Hát gyakorlatilag igen, igen. Tehát emiatt például tök jó lenne, hogyha ez az egész műfaj így nyíltabban lenne kezelve, mert akkor ez is opció lenne, hogy létrejöjjön egy, egy, egy ilyen szakma. Hányszor kaptál a levelet, hogy ezt gondolták róla, hogy ilyeneket csinálsz? Kaptam. Azért gondoltam? Kaptam, igen, igen. Amikor így lesz egy gyakorlati terápia is. <gül> nem. <gül> ilyenkor tilt töröl, nem? Igen. Az a legjobb ilyenkor. Oké, okay, azt látom, hogy a a régi világban 1800-as évek végén sokkal inkább elfogadottak voltak a, a prostituáltak. Úgy értem, hogy maga a prostitúáthoz járás volt elfogadottabb, mert, a, mert az örömlányokat ugyanúgy megvetették, sőt, talán még jobban, mint a, mint a, modern korban. Szerinted ez a fajta ilyen elnézés, tehát sokszor volt az, hogy a, a, az asszony tudta, hogy a férj elmész szórakozni, akkor ott van csajozás is tulajdonképpen. Ez, ez hogyha kikopott a társadalomból, mert most már inkább az érezhető, hogyha mondjuk egy férfi elmegy örömlányhoz, akkor ott abból válás lesz a vége, vagy legalábbis valamiféle hatalmas nagy hajci ő. Nekem az jutott eszembe, hogy, hogy szerintem ez ilyen titkosabban zajlik, emiatt nem elfogadott. Tehát annó így. Úgy tudtál elmenni egy örömlányhoz, hogyha így bekopogtál hozzá, KB. <laughs> tehát, igen, klasszikus bordéjok <laughs> okay, igen. Igen, um, és hogy ez egy ilyen láthatóbb jelenség. Most meg um, nem tudom, hogy online, meg telefonon, tehát hogy így, ilyen tényleg ilyen titkosabban zajlik, és arról nem is beszélek, hogy online pornó, only fans, tehát már csomó opció van egyébként a, uh -huh. az örömlányhoz járás mellett a szexuális örömök keresésére. Uh -huh. Nem tudom, hogy találkozol-e ilyen esetekkel, de hogy mennyire gyakori, amikor a feleség elnézi, hogy az ura, a férje, a párja örömlányhoz járjon, vagy pedig általában azért a feláborodás történik ilyen esetekben. Uh -huh. Hát nekem most nem jut olyan eszembe, szembe, ahol, ahol így ez ilyen nyíltan lett volna kezelve és el lett volna fogadva. Bár egyébként azt gondolom, hogy ez egy élhető opció lehet, <laughs> hogyha egyébként bármi miatt um, a feleség nem akar szexelni, vagy bizonyos dolgokat nem akar a szexben csinálni, és teljesen nyugodt lelki ismerettel és nyitottsággal tudja azt mondani, hogy menjen nyugodtan. Szóval ez egy elhető opció, én, én nem tudom, hogy ez, ez csak egy fantazmagória, vagy, vagy tényleg van, ahol működik, mert azért nem tudom, hogy így a feltékenység ha szeretjük a másikat, ugye? Az, hogy, hogy ne lépjen be ebbe a képletbe. Milyen fura egyébként, hogy a szex, amennyire örömforrás annyira tönkre tud tenni kapcsolatokat, nem? Tehát, hogy hiába működik valaki jól a hétköznapokban és mondjuk párként, hogyha mondjuk a szexuális élete az nem jól működőképes. Abszolút, abszolút így van. Sőt, szerintem többször tud elrontani, mint, mint jót tenni, nem? Hát. Um... <kül> Igen, bár ugye kicsit ez így idealizálva is van talán, tehát hogy szerintem mi a normál szexualitás része az, hogy bizonyos életszakaszokban van visszaesés, de hogyha ettől nem ijedünk meg, meg teszünk érte, akkor, akkor, akkor ez tud egy jól működő dolog lenni. Csak szerintem nagyon sokszor megijedünk, meg fals információkból építkezünk. Aha. Mennyire lenne szerinted tanácsos egy párkapcsolatban beszélni azokról a vágyakról, amiket egyébként tabunak érez az egyik fél, vagy a másik fél? Tehát, ezekkel elő kell állni, mindenféleképpen akkor is, hogyha mondjuk az lehet, hogy a kapcsolat rovására megy, vagy pedig valamilyen szinten éket verkettejük közé, vagy jobb, hogy elhallgatja, mert mondjuk az a békés együttélésnek az egyik feltétele. Szerintem semmilyen titok nem tesz jót egy kapcsolatnak. Uh, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy az a jobb opció, hogyha ezekkel elő tudunk állni. Uh, mert szóval tényleg a titkolózás az, az mindig falat emel a két ember közé. Főleg, hogyha egyébként ezt a szexuális fantáziát vagy vágyat ő amúgy akkor egy más módokon megéli. Kérdezek egy keményebbet, vagy egy jó. konkrétabbat. Tehát, hogyha mondjuk egy párkapcsolatban a férfi szeretné kipróbálni az anális szexet, mert mondjuk a Kiara könyvben ez elég gyakran visszatérő dolog, vagy szeretnék kipróbálni a, a keményebb orális szexet, esetleg az jelvezést. és még az a pár otthon ezt nem szeretné kipróbálni, mert ő megalázónak érzi, mert fájdalmas, meg ilyesmi. Akkor ilyenkor mi a megoldás? Ja, hát, hogyha már elmondta, és párja azt mondja, hogy nem szeretné kipróbálni, akkor ez a megoldás, hogy nem próbálják ki, mert hogy az a egészséges szexualitásban az egy alaptétel, hogy nem teszünk olyat, ami a másiknak rossz, vagy amit a másik nem akar. Igen, csak a vágy az meg kitörölhetetlen valójában, ráadásul ugye egy csomó szituációban van az, hogy nem is mondjuk a felnőtt filmekből tájékozódnak ilyen tekintetben, hanem a haverok mesélik, vagy a haverok uh -huh. sztoriznak. És, és az embernek nyilván ez egy kis bogarat ültet el a fülében, aztán az egyre nagyobbra nő, nem? Hát igen, de hogy ilyenkor szerintem utána, vagy tehát így mögé kell nézni, hogy miért ragaszkodik ő annyira az anális szexhez, mondjuk. Aha. És akkor mondjuk, hogyha kiderül, hogy azért, mert szerintem unalmas a szexuális életük, akkor azt másképp is lehet izgalmasá tenni, nem csak olyan módon, ami amit a másik fél nem szeretne. Aha. Szóval, hogy szerintem ezeknek így mögé kell nézni, hogy konkrétan miért annyira fontos ez az adott személynek. Oké, gyakran feltűnik a könyvben egy olyan szituáció, amikor a férfi teljesíteni akar, de hogy ugye nem képes rá, segédeszközök ellenére sem, vagy segédszerek ellenére sem. Ezeket a problémákat mi okozhatja a stressz? Nyilvánvalóan az egyik probléma. Mi van még ezen kívül, ami ilyen, ilyen parát okozhat? Hát tipikusan a teljesítményszorongás szokott ezekben a helyzetekben elő. elő Kerülni, illetve főleg, hogyha erre már van sok negatív tapasztalat a múltban, hogy szexuális helyzetben, erekciózzavara van az illetőnek, tehát ezt már így régóta hordozza magával, akkor ez már egy nagyon automatikusan lezajló folyamat. Uh, Alacsonyabb bizalom Aha. is állhat a háttérben, nem érzi magát annyira, vagy kellően férfiasnak. Érdekes egyébként, mert a, a sztorik alapján én meglepődtem ezen az állításán a, a, kiarának, hogy, hogy mondjuk a pénisz méret tekintetében a férfiak nagyon magabiztosak. Tehát, hogy sokan, akik átlagos vagy annál kisebb mérettel rendelkeznek, úgy mennek oda, hogy felhájpolják, hogy nekik aztán hatalmas nagy dolog van a lábuk között, és valójában nem. Te mit tapasztalsz, hogy a pénisz méret okoz problémát akár önbizalom tekintetében, vagy olyan szinten van Magabiztosság a férfiakban a méretükkel kapcsolatban, hogy észesen veszik, hogy ez mondjuk nem egy hatalmas nagy méret, mint mondjuk egy felnőtt filmben. Uh -huh. um, én azt hiszem, hogy viszonylag pozitívak a tapasztalataim ezen a téren, tehát egyre ritkábban kerül elő ez a téma. Uh -huh. Van egy-két kliens, akinél előjön, vagy, vagy úgy, hogy régebben volt ilyen kisebbségi érzése, vagy egy torszképe arról, hogy, hogy, hogy ő milyen méretekkel van megáldva, mert egyébként nyilván az esetek nagyon nagy részében arról van szó, hogy tök átlagos méretük van, és azt gondolják, hogy, hogy nekik kicsit, tehát ugye ez, a, ez az alapfelelés. De ezt egyre ritkábban hallom. Lehet, hogy fiatalok, nagyon fiatalok körében, tehát mondjuk tinik körében gyakrabban hallanám, csak ők kevésbé fordulnak meg nálam, de hogy ez a fiatal felnőtt férfiak uh, már így el szoktak jutni oda, hál' Istennek, hogy... Nem a méret a lényeg. Hogy nem a méret a lényeg, igen. <laughs> Oké, okay. egy utolsó, kicsit talán uh, kompromitáló kérdés. Beszélgettünk arról, hogy vannak vágyak, amiket nem tudnak megélni otthon a, a férfiak, ezért mondjuk elmennek egy, egy uh, eszkorthoz ezeket kiélni. Szerinted, hogyha van egy párkapcsolat, ahol a férfinak vannak vágyi, nem tudja kiélni, megbeszélte otthon, elmondta, hogy szeretné kipróbálni a anális szexet, a, a párja ezt nem szeretné, és elmegy egy örömlányhoz, ahol ezeket kiéli. Ez menthet meg párkapcsolatot szerinted? Hát olyan szempontból hathat jól a kapcsolatra, hogy akkor nem fogja többet piszkálni a párját. Uh -huh de hogy közben megcsalta egyébként, és akkor van egy titok, meg egy megcsalás, meg jó esetben egy bűntudat. Úgyhogy szerintem megváltozik a probléma jellege. A nők esetében egyébként ez klasszik megcsalásnak számít, hogyha valaki örömlányal megy el? Szerintem a legtöbb nőnek, nőnél ez annak számít. Oké, okay, folytatjuk egy következő epizódban. Oké, okay, köszi.